give me a listen, you corpses of cheer, at least those of you who still got an ear, I'll tell you a story. Sziasztok! Vándorsolyom kisasszonya karöltve lép a héten mozikba Tim Burton. A sajátos vizuális látásmódon megáldott rendezőnek nagyon sok jó alkotást köszönhetünk, meg pár csalódást is, de az más lista lenne. Én most a 10 kedvencemet szedtem össze a direktor úrtól, előjáróban megjegyezném, hogy az egyik legjobb alkotása, a Karácsony lidércnyomás nem fog szerepelni a top 10-be, tekintve, hogy az csak írta, és bár társrendezőként sok helyen fel van tüntetve, a világ is nagyon börtönös, azt a Coraline-t jegyző Henry Selick rendezte. Na de a kis intermezzo után top 10 Tim Burton. A rendező egy nagyon korai zsengéje volt a Frankenweenie című rövidfilm, melyet 2012-ben nagyjátékfilmként is elkészített. Stop motion technika, fekete-fehér animáció, a mű tiszteleg a régi Frankenstein mozi előtt, itt ugye egy halott kutya a feltámasztott alany, az ebés gazdája különös kapcsolatát mutatja be ez az alkotás. Batman visszatér, hogy felvegye a kesztyűt Pingvin ellen, van itt macskanő is, a bőregé szerepében Michael Keaton, a látványvilág most is pazar, a hangulat nagyon magán viseli a rendező kézjegyét, sokan nem kedvelik a denevér ember ezen felvonását, szerintem bőven egy méltó folytatása lett az első résznek. Talán kicsit debilebb az elődnél, de Gotham sötétjében még mindig jó lubickolni. Ismét egy stop motion animáció, ez pedig nem más, mint a Halott mennyasszony. A groteszk gótikus történet remekül ötvözi a musical, horror, vígjáték összetevőket, egy bájosan könnyed animációs alkotást képezve ezzel. Viktor és a Halott mennyasszony története egy szórakoztató, kedves felnőtt mese a rendezőt jellemző sötét tónusban. És ha már az előbb horror musicalről beszéltem, hát itt van rögtön még egy, a vérben tocsogó Sweeney Todd. A középkori Londonba reppenhetünk vissza, ahol is a gyilkos borbély kuncsafjait öli, hogy szerelmének alapanyagot szolgáljon ezzel húsos pitéjéhez. Beteges, de érdekes. Johnny Depp Burton szinte állandó színésze a főszerepben, sötét hangulatú, nagyon jó színészekkel és nagyon jó zenékkel targított musical ez. Egy mókás színpompásan sötét horror komédia a Beetlejuice című szellemes szellemfilm. Az élők és holtak közti konfliktus az alaptéma, egy frissen elhunyt házaspár nyel betekintést a holtak világába, Michael Keaton brillírozik a címszerepben, a képi világ, a kreatív megoldások pedig nagyon jól illeszkednek Tim Burton elvetemült fantáziájához. Washington Irvine klasszikus regénye a fejnélkül lovasról tökéletes alapanyagnak tűnik a rendezőnek. Gótikus horror mese ez is a javából, a fejeket gyűjtő lovas után Johnny Depp nyomoz a kort meghazudtoló kellékekkel, sötét, ködös, ironikus mese látmány Oscar díját is besöpörte, a rendező kedvelőinek kihagyhatatlan. A Batman filmben Burton a képregény adaptációkat az áligába reptette, Gotham sötét világa illik a rendezőhöz, Nicholson Jokere és Keaton denevérembele is teli találat, talán a film ma már kissé gyermeki, egy picit érződik rajta a kor szerintem, plusz Nolan Batman a lécet nagyon magasra tolta, viszont ez a Batman is egy fontos állomása mind a rendezőnek, mind a képregény filmeknek. Egy csodaszép és kedves mese a nagyhal, mely az élet szépségéről regél nekünk. Edvard Blum meséli a történetet, mely tel-is-teli van csodával és misztikummal. A főszerepben a nagyszerű Ewan McGregor, ez a film sokkal színesebb, mint a rendezői munkái úgy általában, és valahogy egyfajta örömteli életigenlés lengi be az alkotást. Az ollókezű Edward indította el a színész-rendező kettős munkásságát, ugye Johnny Deppről és Tim Burtonről van szó. Első közös filmjük volt ez a furcsa Frankenstein mese, melyben a teremtmény egy életre kelt bábú, akinek kézhiányában ollók fették kézfejét. Az ő szerelmi, érzelmi kalandja a film, mely kissé borongós, szomorkás, megindító, de mégis borzasztó szórakoztató darab. Egy színpompás mese ez, melyet érdemes újra és újra elővenni. Ed Wood minden idők legrosszabb rendezője, talán a 9-es terv a Világűrből című film miatt lehet ismert, illetve hát emiatt a Tim Burton film miatt. Amúgy számos más hulladékot kitermelt a rendező, melyek már annyira borzasztóak voltak, hogy valahol már-már szórakoztattak. A szabad idejében nőnek öltöző direktor életéről csinált egy végtelenül szórakoztató filmet Tim Burton, a címszerep természetesen Johnny Deppé, viszont a showt abszolút Martin Landau lopta el, aki az idős Lugosi Bélát alakítja. Nagyon érdekes film a filmezésről, nagyon Tim Burton és abszolút kötelező darab szerintem.
Nos, ezek voltak az én kedvenceim, nyilván várom majd, hogy ti miket szerettek, ti listátok, hogy néznek ki. A Charlie és a Csoki gyárat gondolom nagyon sokan hiányolták, nos, nekem ez a közelébe se kerülhet a listának. Nyilván biztos vannak, akik más véleménnyel vannak erről a filmről, hát írjátok meg, hogy ti miket szerettek a rendezőtől. Addig is nagyon-nagyon jó filmezést kívánok mindenkinek, sziasztok! That's right.